Én a versenyzőknek a felkészítéséről fogok beszélni nektek. Úgyhogy rögtön kezdenék egy vicces képpel. Ő volt a performance coach Florian Gonzáleznek 1950-es évek elején. Láthatjátok, az történik, hogy verseny közben, Forma 1-es Grand Prix közelében egy vödör lassít a versenyző a box utca bejárata előtt, és a csapatból valamelyik szerelő nyakon önti a versenyzőt egy vödör vízzel. Ugye bőrsapka volt a fejükön, és úgy ez volt a frissítés körülbelül a futamnak a közepén. És akkor itt van a jelenkor. Ha már a frissítésről beszélünk, akkor a Mick Schumacher szélsőséges, meleg környezetben egy úgynevezett hűtőmellényt hord, ami arra szolgál, hogy mielőtt beül a versenyautóba, a lehető legtöbb energiát spórolja meg annak érdekében, hogy aztán a pályán, éles körülmények között a lehető legoptimálisabb teljesítményt tudja nyújtani. És ha már technológiáról beszélünk, akkor kicsit kinagyítottam nektek a Charles Leclerc-nek a kezét. Kettő gyűrű van a kezén, nekem is van egy, de nekem csak egy. Ez a gyűrű méri az alvást, az alvásfázisokat, illetve a szívfrekvencia variabilitást, amelyből meghatározható az, hogy mennyire ready az adott versenyző az adott napon. Azért hord kettőt, mert egymást a két gyűrűvel, két véráramlási mélységet mér a mutatóujjon és a kis ujjon, és kontrollálják a két gyűrűből érkező adatot, hogy melyik a legvalidabb tartomány, ahol ő tartózkodik. És akkor a következő részben a saját rendszerünkről, kialakított rendszerünkről fogok egy pár szót mondani. A mi rendszerünknek a Best of You a lényege, és ez egy holisztikus felkészítési rendszer, ami azt jelenti, hogy maga a felkészítés áll a vizsgálatokból az első részegységnél. Vizsgáljuk a sportolóknak az élettani állapotát, a mozgásszervi állapotát, a pszichológiai képességeknek a halmazát és a kognitív képességek halmazát. Mindezek után kizárólag számadatokból kapunk egy képet a sportolóról, ami alapján meghatározható az, hogy az egyes tudományterületeket tekintve milyen képességeket, készségeket kell fejleszteni annak érdekében, hogy a versenyző többet és jobbat tudjon kihozni magából. Azok a területek, amelyekbe belenyúlunk, az maga a felkészítés és edzés, a pihenés és a regeneráció és a táplálkozás. Ezek azok a területek, aminek az irányításával és az optimalizálásával jobban érzed magad a bőrödben. De nagyon fontos, hogy mindez mérhető legyen. Mert egy dolog szubjektíven jól érezni magad a bőrödben, de hogyha a számadatokkal mérhető, az akkor objektívé válik, és ez lesz az alapja a teljesítménynek. Ezek, mindez az objektív rész, és akkor nyilván van a folyamatnak egy szubjektív része is, amely foglalkozik a versenyzőnek a lelki világával, a sportolói identitásával, és a körülötte lévő saját csapatával, mint csapatának a magjával. És akkor részleteibe kitérünk egy pár területre. Amely területeket vizsgálunk, az a biokémia. Biokémiába beletartozik a vér, vizelet és a genetika. Csinálunk genetikai vizsgálatokat, amiből meghatározható az például, hogy egy versenyzőnek vagy egy sportolónak mennyivel pályára lépés előtt kell koffeint fogyasztania. Meghatározható az, hogy az adott versenyző, illetve sportoló mennyire érzékeny a cirkadián ritmusa, mennyire zavarodik össze akár egy tengeren túli utazás következtében, illetve hogy lehet azt elkerülni, hogy mindez teljesítményvesztéssel járjon. Vizsgáljuk az élettani hátteret, amelybe beletartoznak a nyugalmi vizsgálatok, ezek magukban hordoznak szívfrekvencia variabilitás, EKG, EEG elektroenkefalográf vizsgálatokat, amelyből meghatározható az, hogy valaki mennyire tud relaxálni, mennyire tud koncentrálni, mennyire dinamikus az agyműködése. A terheléses spiroergometrii vizsgálatból pedig meghatározható az, hogy alapjáraton hogy működik a sportó keringési rendszere, és max terhelés mellett hogy működik a sportó keringési rendszere, és ez a dinamika fogja azt meghatározni,
összefüggésben az agyi dinamikával, hogy hogy tud alkalmazkodni mind a pszichológiai, mind pedig a fizikális terheléshez. A motorsportban ez a pszichofizikális terhelés egyébként. Biomechanikai szempontból a legfontosabb az izomarányok, az agonista, azok a mozgatóizmok, az antagonista, az a tartóizmok, ezeknek az izmoknak az aránya, illetve az, hogy ezek egyensúlyban legyenek. Hogyha ezek egyensúlyban vannak, akkor a legnagyobb mértékben lecsökkenthető a sérüléseknek a rizikója, illetve a fájdalomból adódó koncentrációvesztésnek a rizikója. Biztos láttatok Instagramon, Facebookon olyan videót, amikor a Max Verstappen ül egy ilyen leszíjazott székbe, és magszerűvel forgat egy kormányt jobbra és balra. Nálunk is van ilyen vizsgálat, ezzel kettő dolgot vizsgálnak. A pontosságot, finom koordinációt, meg van határozva, hogy milyen magas erőgörbét kell tartani. Kicsit hasonló a telemetriához, ugyanúgy le kell követni a görbét, és meg van adva a Newton is, hogy milyen intenzitást kell tartani. Ebből mérhető az erőállóképesség, mérhető az állóképesség, és mérhető a maxerő, jobb és bal oldalhoz viszonyítva. És egyébként, hogyha kijön, hogy az egyik oldal lényegesen gyengébb és pontatlanabb, mint a másik oldal, akkor meglepő módon össze lehet dolgozni a mérnökökkel abból a szempontból, hogy esetleg a telemetriából a mérnök és a sportoló ki tudja szedni azt, hogy nem lehet, hogy a csapattárshoz viszonyítva a jobbosokban többet kap, mint a balosokban, azért, mert az az oldal gyengébb, és az az oldal egy picit ügyetlenebb. És akkor vannak a pszichológiai vizsgálatok, ebbe beletartoznak a személyiségtesztek, a kognitív képességtesztek, úgy, mint stressztolerancia, zavaró tényezők kizárása, koncentráció, szemkész koordináció és rizikóvállalási képesség. Ebben mind sportpszichológus személy által végzett teszt beletartozik, mind pedig gépi tesztek beletartoznak. Sporták specifikus képességteszt, ez egy saját fejlesztés, nagyon hasonló képességeket, készségeket mérünk vele, mint a pszichológiai teszten, de mozgás közben. És hogyha ezek korrelálnak a pszichológiai adatokkal, akkor egészen biztosan primer adatokból kijelenthető, hogy hol van az a képesség, készség, amelyet fejleszteni szükséges. És akkor van egy saját fejlesztésű motorsport protokollunk, az abból áll, hogy van egy szubmaximális terhelés állóképesség szempontjából, ami szintén ugyanazon a tartományban mozog, mint a Vitamax spiroergometriás tesztelés. Utána be kell menni a sportonak egy sötét szobába, ahol kognitív feladatokat kell végrehajtani, különböző ingereket kell érinteni falon lévő ledekkel, és utána be kell ülni egy szimulátorba. A szimulátorhoz a saját fejlesztés egy tabletrendszer, miközben szimulátorral úgy ül be a sportoló a szimulátorba, hogy 180 ütés per perc fölött van a szívritmusa, tehát el tudjátok képzelni, az egy nagyon magas tartomány, nem kapsz levegőt, nincs oxigén, tehát ott tényleg nagyon fáradt vagy. Mindezek mellett szimulátorral kell éles köröket teljesíteni, miközben a tabletről, amelyek a szimulátor körül helyezkednek el, különböző irányú és színű nyilakat kapsz, és a kormányon lévő gombokkal kell reagálni az adott nyilakra. Ha egy körön belül a versenyző három vagy annál több hibát vét, akkor azonnal vége, amikor autót tör, azonnal vége. És itt volt a 100 fős vizsgálati rendszernél több érdekes összefüggés. Például van a vegetatív idegrendszernek egy számaránya, ami 50 és 100 között optimálisnak mondható. Voltak olyan versenyzők, akiknek 1000 fölött volt ez a tartomány. Most el tudjátok képzelni, ez ugyanaz a tartomány, amikor vérkép, elmész egy vérvizsgálatra, és be van plusz-plusz-plusszal az adott marker jelölve, amikor 10-szeres valaminek a tartomány, az problémát okoz. Ebben az esetben ez azt jelentette, hogy a sportoló olyan stressz állapotban van, hogy nem megy át az információ, nem megy át az inger, és ez azt eredményezte, hogy gyakorlás után nem találta a féket az adott versenyző, és a kuplungot nyomta a fék helyett, ment 200-zal az autó, és nem vette észre, hogy nem lassul, hogy valami nem jó dolog történik, és hát az első kanyarba kiütötte a falat úgy, ahogy kell, és akkor utána összeültünk a szakértőkkel, és mondtuk, hogy hát ez a helyzet. És akkor mondta a szakértő, de hát ő nagyon gyors versenyző, és akkor kérdeztük, hogy nem az történik, hogy időmérőn igen, nagyon gyors versenyző, és amikor éles helyzetben van, akkor olyan dolgokat csinál, mintha egy ilyen blackout lenne, és mondta, hogy de, hát amikor őt szorongatják hátulról, akkor általában el szokott esni.
és ez az a tartomány, amit először kezelni kell, és utána lehet az adott sportolóból kihozni a maximumot. És hozzáteszem, még itt elidőzök egy pillanatra, ezek a képességek, készségek és bizonyos mutatók egymással szoros összefüggésben állnak, és ezért mondom azt, hogy holisztikus rendszert, holisztikus elvet követünk, mert mindennel összefügg. Tehát van mondjuk egy erősebb mellizom és egy gyengébb hátsóvál hátizom, az ugye okoz egy ilyen tartást alapvetően. Van egy folyamatos feszülés a hátsóvál hátizmoknak, és mellette van mondjuk egy légzés probléma, és mellette van egy nagyon magas szintű maximalizmus. Azért hozom ezeket a példákat, mert megtörtént eset. Egy élettani vizsgálatnál azt lehet mondani, hogy az arány, amit lehet javítani, az 5-7% közé tehető. Azon az egy területen, az élettani területen. Viszont, hogyha rendbe teszed a légzés problémát, kinyitod a mellizmokat, megerősíted a hátsóvál hátizmokat, és sporttól elkezd veled foglalkozni azon a problémán, hogy a maximalizmusod ne víz alá nyomjon, hanem egy generátor legyen magad mögött, akkor több mint 20%-os javulást tudtunk elérni a nyers adatokat tekintve, amire a tudomány azt mondja, hogy ez nem lehetséges. Igen, hogyha azt az egy tudományterületet tekintve nézzük, viszont ha komplexitásában holisztikusan nézzük az elvet, akkor lehetséges. Egyébként Forma 1-es versenyzőknél is ezt a Sebastian Vettelnél is megcsinálták, 20% fölötti javulást a VO2 maxos Vitamax teszten. És akkor fontos az, hogy most csak úgy vizsgálatokról beszéltem, meg mérésekről, de hogy alapvetően a felkészítés az első számú szempont szerint mindig a teljesítmény szokások optimalizálásából áll. Ez az alap. Ez az alap, amire aztán a házat lehet építeni. Ez fogja azt jelenteni, hogy jobban érezd magad a bőrödben, és ez mérhető legyen. És ebbe beletartozik az, hogy az alvásodat és pihenésedet rendbe teszed és optimalizálod. Ha ez megvan, akkor a potenciál alapból sokkal magasabb szintre kerül, mint ahol az lehetne. És ez az, amit nagyon nehéz meghatározni, hogy kibe hol van a potenciál, mert ezt nem lehet. Tehát nagyon nehéz, és szinte mérésekkel se lehet azt mondani, hogy már pedig benned ez a potenciál rejlik. Kérdés az, hogy mit teszel meg? Milyen mélységekig mész el? Mit mennyire tudsz optimalizálni? És az alvásba se csak az alvás tartozik bele, hanem a napközbeni pihenés. Meg tudod azt tenni, hogy félreteszed a telefont, a számítógépet? Tudsz-e 10 percet csak lenni, vagy sétálni, vagy relaxálni? És úgy készülni a következő órádra, vagy vizsgádra, vagy meetingedre, vagy következő szabad edzésre, vagy az időmérőre. Aztán ott van a táplálkozás, ami egy nagyon fontos terület, és szintén ennek is egy olyan alapja van, hogy meg kell nézni azt, hogy tudod, hogy lehet a leginkább személyre szabni ezt. Mi szükséges ehhez? Egy vérvétel elég? Kell mellé egy genetikai vizsgálat? Attól függ, hogy milyen mélységig vagy hajlandó elmenni. Mentális egyensúly, erről beszéltem az előbb egy picit már a pihenés tekintetében, de itt sem biztos, hogy ez önmagában elég, hanem van akinek az szükséges, hogy jobban felpörgesse magát egy stressz helyzet előtt, van akinek az szükséges, hogy egyedül legyen és saját gondolataiba el tudjon mélyedni, van akinek az szükséges, hogy valakivel beszélgessen előtt, akár sportpszichológussal, vagy teljesítménytrénerrel. És akkor az utolsó pedig a regeneráció. A mai top sportban, autóversenyzésben, top teljesítők tekintetében a hangsúly már nem az edzésen és a felkészítésen van, hanem a regeneráción. És akkor az első legfontosabb, tehát amiről beszéltünk, a lépések, fejlesztési területeket felderítjük, ezek alapján meghatározzuk azt, hogy milyen edzéstípusra van szükség erőnléti szempontból, állóképességi szempontból és sportág specifikus felkészítés szempontjából, úgy mint reakcióreagási képesség, stressztolerancia, egyensúlyérzékelési képesség, és ezek fogják meghatározni a teljesítmény nálunk egyenlő, a teljesítmény szokások optimalizálása és a felkészítés. Egyébként van egy nagyon egyszerű egyenlet, stress plus rest equals growth. Tehát a nyomás plusz pihenés egyenlő növekedéssel. Ha az egyenletnek bármelyik oldala elcsúszik, akkor nem növekedés nincsen, akkor rombolás van. Ez egy nagyon egyszerű hányados. És akkor itt egy nagyon gyors vizsgálati eredményt mutatok. Itt van az a tartomány, amiről beszéltünk. A Berett Zsombornak 2016-ban a VO2 Max-a, ő a vitorlázó olimpikon ezüstérmes, Európa-bajnok, világbajnok.
VO2 max 53 ml per perc per kilogram volt, az olimpia előtt 2 hónappal 69,5 millimol per perc per kilogram, ami a tudomány szerint nem lehetséges, viszont mégis lehetséges, mert nem csak a VO2 max növekedett, hanem egyenesen arányosan a laktátszint, tehát magyarul magasabb izomtömeg, magasabb raktár, magasabb teljesítményt hozott magával, és a ventiláció is 185 literről 203 literre nőtt. Tehát magyarul a tartomány is megnőtt, amihez jött a teljesítmény. Látható, hogy a biomechanikai adatok például combközelítők, törzsfeszítők, amiről beszéltünk, hátsóvál, hátizmok, honnan, hova ugrottak, és a láberőnél is a maximális erők azok eltolódtak teljesen más irányba, Vienna tesztek szempontjából is, képességtesztek szempontjából is, és egyébként mindig azt szoktam mondani, hogy egy dolog maga a felkészítés, egy dolog a vizsgálat és a mért adat, amit nagyon jól tudunk, hogy adott esetben el is tud vinni az erdőbe, főleg mérnöki szempontból, de hogyha a versenyeredmény mellé társul, akkor az úgy rendben van. Ha bármi kérdésetek van, azt nyugodtan tegyétek fel, illetve én hoztam egy eszközt, amit ki tudtok próbálni. Ez egy max erőmérő, egy nagyon egyszerű kis eszköz, de ez nem csak az erőt méri. A max erőmérő azért fontos mondjuk egy versenyhétvégén, egy versenyhétvége reggelén, mert az idegrendszernek a készültségi szintjére is visszajelzést ad. A tendenciából lehet látni azt, hogy milyen állapotban van a sportoló. Ha használ egy gyűrűt, plusz mellette 3 másodperc alatt mérünk egy max erőt, a kettőből együtt meghatározható az, hogy milyen állapotban van a sportoló, és az adott reggelen ott még bele lehet nyúlni. Ott még lehet azt mondani egy versenyzőnek, hogy szükség van egy gyors alvásra, vagy egy relaxációra, vagy egy erősebb bemelegítésre, annak érdekében, vagy dupla kávéra, vagy bármi egyébre, annak érdekében, hogy ő jobb teljesítményt tudjon nyújtani a pályán. Mondanál néhány nevet, akivel te személyesen dolgoztál az autósport területén, így erőnléti edzőként, meg performance coachként? Igen, a Mihelis Norbival most már 13 éve dolgozunk együtt, a Herzig Norbival, Sebestyén Petivel, Szabó Krisztiánnal. És külföldiekkel? Igen, Baszlán Mersz, gokart világbajnok KZ1-es kategóriában, de például Román Stanekkal, aki most harmadik helyen áll a FIA F3-as bajnokságban. Dolgoztunk együtt a Roberto Merhivel, aki Forma 1-es versenyző volt a Menor csapatnál, Kispál Tamással, aki szintén futamot nyert a GP3-ban. Akkor ment, amikor Valtteri Bottas megnyerte ezt a bajnokságot, és ha már a kávéfogyasztást említette, tehát Bottasról mindig lehet látni a képeket, ugye jött a kis presszó kávé a kezében, neki nyilván meg van határozva, hogy mikor kell azt legurítania. Zsolt, nagyon szépen köszönjük, hogy bepillantást engedtél ebbe az egészen különleges területre. Picit egy ilyen sportorvosi konferencián kezdtem magam érezni, de alapvetően például kifejleszthetnétek egy gyakorlatsort azoknak a mérnököknek, akik sokat görnyednek a számítógép előtt, rajtuk van a stressz és a nyomás, és hogy hogyan lehetne optimalizálni az ő teljesítményüket. Bármilyen légző vagy egyéb gyakorlattal. Olyannyira, hogy egyébként a Mercedes AMG Petronas csapatnál a teljesítménytrénerek nem csak a versenyzőkkel dolgoznak, hanem az egész csapattal. És nem csak a pályán lévő csapattal, hanem a gyárban lévő mérnököknek a teljesítményét is optimalizálják mindezek módszereknek a segítségével. Azért érdemes eljutni ilyen csapatokhoz, mert ebben lehet részletek mérnökként.